Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorba nem akárkiket hívtam, szerintem Önök is jól ismerik vendégeimet, de egy picit jobban belemegyünk az életútjukba, a mai műsorban picit jobban megismerhetjük őket. A műsorba hívtam egy cukrászmestert, egy étteremtulajdonost és egy séfet, nem is akárkiket, majd meglátják. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Damnicki Balást. Szia! Szervusz, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. Itt van velünk Hermanné Nagy Veronika. Jó napot kívánok! És itt van velünk Bóza Roland. Üdvözöllek! A konyhafőnök idei nyertese, ezt elárulhatjuk. Így van, szeretettel köszönöm. Szeretettel gratulálunk ezúttal is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Én ezt nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem. Egy kicsit úgy nyilván muszáj volt az életutatokba így bele kutakodnom, belelesnem, és hát én amit láttam, meg olvastam rólatok, azért azt gondolom, hogy példaértékű, amit letettetek az asztalra így az elmúlt jó pár évben, úgyhogy majd ezt egy picit szeretném, hogyha kiveséznénk. Most beszéljünk egy picit a műsor elején arról mindegyőtök részéről, hogy mi az, ami most jelenleg nálatok zajlik. Most ne menjünk bele abba, hogy hogyan, merre kerültetek ide, majd ezt megbeszéljük, hanem inkább az, hogy nálatok Mizu, most mi a helyzet. Jó? Kezdjük veled, Balázs. Hát karácsonyi szezonra készülődünk, elindultunk a szaloncukorra, 10 fajta szaloncukrunk lesz, bővítjük folyamatosan a kínálatot, most már saját csomagolásunk van. Eddig összedolgoztunk egy másik városból egy cukrász kollégával, de most már gyakorlatilag teljesen önállóan csináljuk. Dolgozunk, fejleszgetünk folyamatosan. És hát azért azt elmondhatjuk, hogy most már jó sok üzlettel rendelkeztek, tehát ugye az elmúlt ezek években viszont azért eladó partnerek, ezek viszont eladó partnerek, tehát a fagylalt fronton egy ilyen nagy lépést idézőben kényszerültünk tenni, mert ugye hát azért a tavalyi év azért elég rosszul érintett a vendéglátás, viszont mi pont jókor léptünk ez ügyben, és egy ilyen kvázi franchise hálózatot kezdtünk el építeni, úgyhogy most nagyon több viszont eladónk is van, például kezd helyen a Festetics kastély. Pannonhalmán az apátság, tehát kimondottan neki készítünk fagylaltot, például az ő, ugye az apátságnak nagyon komoly borai, illetve sörei, tehát saját sörfőzdéje van, és mi voltunk az egyetlen olyan fagylaltgyártó, aki megfelelt az ő elvárásoknak, úgyhogy mi készítjük a fagylaltjukat. Ó, de most, hogyha ezt így említetted, milyen elvárásaik voltak, vagy vannak? Hát nagyon egyszerű, először is jöttek inkongritóba kóstolni, tehát hogy ne hogy az legyen, hogy direkt az ember rákészül, hanem megnézték, hogy hétköznap hogy néz ki nálunk a fagylalt. Ha jól tudom, 10-12 helyen jártak nagyjából, tehát ugye körbenézték a fagylalt kínálatot országos szinten, hogy kinél mi van. És amikor úgy döntöttek, hogy felveszik velem a kapcsolatot, akkor konkrétan tárgyalni úgy jöttek hozzám, hogy egy 6 fős stábba. Tehát ott volt a vezérigazgató, a séf, a cukrászvezetőtől, a marketing osztálynak a vezetők, tehát konkrétan úgy körbeültek engem, hogy csak pislogtam. De hál' Istennek nagyon szuper jó a kapcsolat, és hát úgy néz ki, hogy tehát már egy szóbeli megállapodás van, hogy jövőre is folytatjuk a projektet. De ugyanígy van ugye a Keszthelyen, ugye, amit mondtam, a Festetics kastély, Szentendrén van 3 helyünk, ahova viszünk, Siófokon a hajókikötő bejáratánál, a több partnerünk is van, és általában mindenki ilyen illusztrisabb vagy komolyabb helyeken. A fagylaltot egyébként télen mennyire viszik? Mondhatom azt, hogy a mi törzsközönségünk, tehát a sűrű mag, a notórisok, fanatikusok, azok télen is fagyiznak, bár hozzá kell tenni, hogy tehát az üzletben olyan 48-50 fajta fagylaltot tartunk szezonban, viszont ilyenkor téli időszakban olyan 6-8 fajta fagylaltra korlátozunk, mert ez az a mennyiség, amit ugye frissen lehet tartani, az az a választék, amit úgy szívesen meg hogy tudunk is tartani, és van is értelme. Ezek az alapízek megvannak benne, ugye a klasszikusunk a vörösborosmána, egy csoki, egy vanília, egy pisztácia, ugye 6-8 fajta ízre szoktunk, de nagyon jó pofa, nagyon sokan posztolnak is egyébként Instára is, hogy gyerekekkel jönnek, babakocsit tolják, és a kisgyereknek esetleg lehet, hogy a hódara vagy valami ott van a galléron, és tolják a babakocsiba, és fagyiznak. Olyan aranyos képek vannak, de azért persze egyértelmű, hogy nem ilyenkor van a szezonja. Majd beszélünk egy kicsit később majd az alapanyagok beszerzéséről, és hogy mi a fontos nálatok, ezt mindegyőtök részéről majd szeretném, ha megbeszélnénk. De menjünk akkor egy picit tovább, mert a nálatok mi újság van? Hát most ti nagyot léptetek, mert hát ugye az előző helyről költöztetek. Picit mesélj erről. Hát egy nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, több okból is nehéz volt. De a legnehezebb az volt, hogy nagyon hirtelen, nagyon gyorsan el kellett költöznünk a jól bevált helyünkről.
Átmenetileg egy városszéli főzőkonyhában voltunk, nagyon nehéz körülmények között. Nagy öröm volt nekem, hogy az egész hatpöttyös csapat jött velem, csökkentett órában, csökkentett bérért, nagyon lelkesen végigcsinálták ezt a nehéz időszakot, és közben hát kerestük, és meg is találtuk az új helyünket, a remélem a végleges helyünket, és építkeztünk elég nehéz időszakban, már akkor is nehéz volt szakembereket találni, nehéz volt beszerezni az anyagokat, de mindezen túl vagyunk. Októberben kezdtük, és májusban költöztünk, most egy nagyon szép, teljesen felújított, nagyon jól felszerelt konyhában, és egy kellemes, szép étteremben várjuk a vendégeinket. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a törzs vendégeinknek nagyon sok törzs vendégünk van. A régi törzs vendégeink zöme visszatért, és azon az új helyen, ahol most vagyunk, hát nagyon sok új vendégünk is van. Amikor eljöttem, akkor éppen tele volt az étterem, nem volt egy üres asztal sem, és ez olyan jó érzés, amikor az ember ezt látja. Tehát mi most jó helyen vagyunk, megvan mindenki, dolgozunk, várjuk a vendégeket. Maradjon is így, ezt mindannyiatoknak kívánom. Egy picit beszéljünk talán arról, még a te esetedben, ugye a hatpöttyös az egy különleges hely. Ugye nem hét pöttye van ennek a katicának, hanem hat. Mondjuk el azért, hogy itt megváltozott munkaképességű és sérült emberek foglalkoztatásával működik a konyha. Igen, alapvetően én nem is vendéglátós vagyok, vagy mi nem egy elsősorban egy vendéglátó vagy egy étterem vagyunk, hanem igazából mi egy rehabilitációs foglalkoztató vagyunk, egy államilag elismert és támogatott rehabilitációs foglalkoztató. Nem mellesleg azt gondolom, hogy a megváltozott munkaképességű és sérült kollégáim kiválóan teljesítenek, mint szakemberek, vagy akik megtanulták ezt a, mondhatom azt, hogy számukra hivatást. Nehéz, és nagyon sok feltételnek kell nekünk megfelelni. Tehát komoly kötöttségeink vannak, és emellett kell nekünk megtermelni azt a bevételt, amiből föntartjuk, működtetjük az éttermet. De mindenhez azért jár némi segítség is, ha jól gondolom. Igen, munkabértámogatást kapunk, bizonyos százalékú munkabértámogatást kapunk, tehát ez bizony nem elég a fizetésre és a járulékokra, tehát nagyon keményen kell dolgoznunk. Hát és ott itt a városban nyílt egy üdeszínfolt, egy különlegesség néhány hónappal ezelőtt. Ugye hát a nyáron megnyerted ezt a versenyt, amihez szívből gratulálunk még egyszer. Köszönöm szépen. Majd arról is beszélünk, hogy ez milyen nehézségek árán sikerült, de most arról beszélünk, hogy most mi a helyzet nálad. Én rettenetesen boldog vagyok, tehát tényleg a műsor után nem igazán tettem le a fakanalat, hogyha lehet így mondani. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy hál' Isten nagyon sok befektető és franchise partner próbál becsatlakozni, tehát én kicsit külön választottam ezt a mint street foodot és mint éttermet, amit először megterveztem. Tehát amikor sikerült Agárdon ugye nyitni ezt a street food üzlet, ezt a Grill Pipit, abból most úgy néz ki, hogy egy szép franchise kezd kialakulni. Hamarosan nyitunk Fehérváron szintén másik két helyen. Az egyik itt a Lidl körforgalomnál lesz hamarosan, tehát nagyon-nagyon örülök annak, hogy sikerült ide eljutni. A másik része pedig az étterem, ami most tényleg Fehérvár központján üzemel, és hogy még mindig ennyien kíváncsiak rám és arra, hogy milyen ételeket tudok az asztalhoz kivinni. Iszonyat, hogy kedden vagy szerdán már nagyon nincs hely péntek, szombat, vasárnapra. Tehát szintén teltházakkal megyünk, azóta, mióta sikerült megnyitni, tehát szeptember 18-án volt a megnyitó, és azóta tényleg minden hétvégén teltházzal üzemelünk, úgyhogy rettenetesen boldog vagyok ez miatt. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon nagy erőfeszítést igényel, mármint ebben a helyzetben tényleg szakember találni, és az, hogy olyan szakembert, aki ki is fog tartani, tehát nem csak kipróbál valamit, vagy úgy gondolja, hogy az majd jó lesz, hanem tényleg olyat, aki azt mondja, hogy ebbe beleállok, és hosszú távon gondolkodom. Úgyhogy erre most nagyon hálás vagyok azért is, akik most azt az üzletet, vagy ezt a tervet, amit én kitaláltam a fejembe, segítik a hátukon vinni, tehát hogy ott vannak minden nap, és dolgoznak, és stb. Úgyhogy igazából ennél boldogabb most nem nagyon lehetek.
Azért azt mondjuk el, hogy nálatok mi az, ami így a specialitás. Mert hát ugye ez egy úgy viszonylag egyszerűnek tűnő ötlet, de mégis egy kuriózum lett belőle. Így van, a street foodnál, a street food éttermeknél a kuriózum szerintem a lángos. Ezt úgy szeretném igazából felvezetni, hogy mindenki tud lángost készíteni, de nagyon nagy százaléka rosszul készíti. És ezzel az a baj, hogy nagyon-nagyon egyszerű a lángos készítés, viszont olyan metódusokon kell, hogy áthaladjon, amitől tökéletes lesz. Ez alatt azt értem, hogy hány fogba sütjük a lángost, akkor hány órát dagasztjuk, vagy hány órát kelesztjük, hogy dagasztjuk meg, mi az arány a tésztának, és ugye van egy-két ilyen titkos alapanyaga egy lángosnak, ami egyáltalán nem engedi magába az olajat. Ugye ezt most nem igazán szeretném elmondani, hogy mi is az. Ez egy természetes anyag, amit minden nap használunk, minden háztartásban megtalálható. És ugye én ezt próbáltam egy kicsit tovább gondolni, hogy nekünk magyaroknak is legyen egy, természetesen nem félreérthető, hogy majd én leszek az, aki kreál egy olyan street foodot a magyaroknak, mint akit semmi más nem tud, de hogy a világban nagyon sok ilyen, akár a görögöknek, ugye, vagy a törököknek, az egész világon mindenhol van street food, amit kézbe tudnak enni. Magyarországon szerintem a lángos az egyetlen, amit lehet mondani, hogy magyar street food, mert tehát hiába van nálunk is hamburger, hotdog, bármi, ugye az nem magyar. És én ezt szerettem volna egy kicsit tovább gondolni azzal, hogy megtöltöm olyan dolgokkal, ami nagyon egészséges. Tehát az első alappillér az volt, hogy egészséges legyen ez az étel, és friss alapanyagokban. Tehát itt például van mondjuk egy barbecue-s csirkés lángos, ugye az finom barbecue hússal van megtöltve, friss salátával, friss paradicsommal, házilag készített pirított burgony hagymával, és házi dressingekkel, ami ugye nem olyan, hogy egy majonéz alapú, és például elteríti az embert, hanem tényleg egészséges vonalon próbálunk maradni. No, egy picit beszéljünk arról, hogy hát ugye vendéglátás, te majd, hogy nem csak most kezdted, ti meg már jó régóta benne vagytok, illetve hát itt Fehérváron ezt az üzletet. És hát ugye téged például Ausztriában ért nehezen ez az egész helyzet. Tehát az, amikor bejött a járványhelyzet, az hogyan érintett titeket? Tehát nem lehet, illetve nem is kell gondolom annyira hangsúlyozni, hogy mennyire rosszul, hiszen mindenkit rosszul érintett, de mégis valahogy sikerült túlélni. És hát, hogyha mondjuk a te példádat nézem, akkor te meg valahogy még jól is jöttél ki aztán ahhoz képest, amin átmentél. Mesélj egy kicsit erről. Igen, ezt mondható. Szerintem tényleg minden egyes vendéglátósnak, aki abban az időszakban vendéglátó egysége volt, az legyen tényleg akár cukrász, étterem, bármi a világon, azt szerintem mindenkit nagyon-nagyon megütött ez a pandémia. Engem Ausztriában ért utol, én akkor mondhatni azt, hogy mondjuk egy 15 éves pályafutásom során, vagy 18 év alatt, amit a világokba sikerült összegyűjtenem, és ez legyen Anglia, Skócia, Németország, Ausztria, tehát ahol sikerült pénzt összegyűjtenem, belefektettem egy étterembe, egy jó steakházba, és engem ott ért utol, tehát igazából 3 vagy 4 hónapot volt nyitva az étterem, miután ugye köteleztek, hogy be kell zárni. És erre a bezárásra ugye az első hullámnál nem nagyon volt felkészülve, még Ausztria sem, meg szerintem a világon sem ki, hogy mi fog történni. És ott ugye 6-7 hónap alatt azért olyan összegeket termelt, mínuszba természetesen az étterem, mint az emberek költsége, mint ugye a villany, gáz, ára, tehát költséget halmoztunk igazából. És azért a hónapok alatt sikerült olyat, hogy sok évig kellett volna mondjuk azért dolgoznom, hogy azt ki tudjam termelni. Vagy akár lehet, hogy soha nem tudtam volna mondjuk kihozni nullára az éttermet. Így én akkor úgy láttam jónak, hogy az lesz jó döntés, hogyha én inkább ezt felemelem a kezem, és azt mondom, hogy ez így nem megy tovább. És úgy néz ki, hogy azért ez jó döntés volt, mert nyilvánvaló, hogy ott bankok vagy bármi segítettek volna, akár több 100 000 euróval támogattak volna, mert látták, hogy jó ment az étterem a pandémia előtt. Na most én azon gondolkodtam, hogyha ez még egyszer beüt ez a dolog, tehát hogyha ez így most nem múlt el, és lesz még egy olyan, hogy be kell zárni, akkor soha életemben nem fog kikeveredni a hitelek világából. Úgyhogy, és sajnos be is igazolódott, mert Ausztriában rá 4 hónapra, tehát szeptemberben bezártak, egészen jövő év május 20-áig, tehát ott másik 7-8 hónapig zárva voltak az éttermek, tehát az olyan szintű mínusz termett volna, hogy hihetetlen. És akkor igazából ez a lökés volt az, ahol a feleségemmel el tudtuk dönteni, hogy jó, szerintem a fiamnak is nagyon hiányoznak mindig a papa, a mama, mindig csak azt emlegette, úgyhogy mondom, menjünk haza és próbáljuk meg. És itt jött az a része ráadásul pont, hogy
akkor láttam, hogy van egy hirdetés, hogy a konyhafőnökre keresnek, castingolnak embereket, és úgy döntöttem, hogy akkor már, hogyha hazamegyek, akkor legyen értelme. Tehát ott eldöntöttem fejbe, hogy hazamegyek, megnyerem a konyhafőnököt, akkor csinálok egy éttermet, amiből franchise-t, és milliómos leszek. És úgy tök jó fogok élni. És most jelen pillanatban ennek a közepénél tartok, úgyhogy remélem, hogy tudom tovább folytatni ezt a kis álmot, amit dédelgetek. Nagyon szép egyébként ez a céltudatosság, mert láttam rólad egy-két riportot, és tényleg, amikor még egyébként a műsor közben voltál, és akkor is mondtad, hogy te ezt a műsort meg fogod nyerni. Tehát, hogy nincs más út. És tényleg így lett. Igen, ha nagyon határozott vagyok, vagy céltudatos. Ugye nagyon sokan a céltudatosságot és az erős akaratot nagyon sokszor összekeverik a nagy képűséggel és a túl nagy akarással, inkább így mondanám. Biztos vagyok benne, hogy van egyfajta stílusom, mint minden más embernek. Nyilvánvaló, hogy itt beskatujázhatnak, hogy igen, én egy beképzelt nagyképű ember vagyok, holott ez teljesen nem igaz, hanem csak céltudatos. Tehát ha úgy állnék neki valaminek, hogy én ezt a poharat úgyse tudom arrébb rakni, akkor minek áll neki valaki próbálkozni? Hanem én úgy, hogy biztos arrébb fogom, és hogyha valamilyen oknál fogva mégse sikerül, akkor így jártam. De minden meg fog tenni azért, hogy az abba az irányba mozduljon, amit én szeretnék. Úgyhogy ezt akár a küzdősportnak is köszönhetem, vagy annak, hogy nagyon sok mindent egyedül kellett elérnem az életbe. Úgy értem, hogy amikor én kikerültem először Skóciába, onnantól kezdve az egész életemben mindent egyedül akartam elérni. Hiába segítettek volna a szüleim, vagy aztán nem. Én ezt egyedül akarom, én akarok értem megküzdeni, megdolgozni. És ez hál' Isten a mai napig elkísér. Lehet, hogy ez mondjuk egy nagy hiba, mert lehet már rég előrébb tartanék, hogyha engedtem volna mondjuk segítségeknek, hogy oké, gyere, csináljuk együtt, de nem, én ezért nagyon kemény véres verejtéket akarok szenvedni minden egyes momentumért, amit az életemben sikerül elérni. Azt is olvastam rólad, még egy picit nálad maradva, hogy belengedtek neked egy olyan betegséget, ami aztán rettegésben tartott. Hát az nem igazán volt jó év a számomra. Az igen, volt egy igazából sokszor fájt a hasam, annyival indultunk, de úgy, hogy évekig. Tehát voltak olyan komoly hasgörcseim, hogy nem tudtam felegyenesedni. És akkor egyszer már, akkor a feleségem már mondta, vagy akkor még csak mennyasszonyom volt, hogy se jó lenne elmenni orvoshoz. Elmentem orvoshoz, ott vettek vért, ez Ausztriában történt amúgy, és akkor ki se akartak engedni. Mondták, hogy Atya Úr Isten, nem is tudják, hogy még hogy vagyok életben, úgyhogy most mehetek fel, és ágy, és infúzió, és mondom, hát csak egy vizsgálatra jöttem, mondom, nekem dolgoznom kell, mondom, megyek, ne haragudjatok, de nem maradhatok. Mondták, hogy innen már sehova, és akkor ott 3 vagy 4 hetet töltöttem kórházba, úgyhogy igazából nem tudtak rájönni, hogy mi a baj. Az volt, hogy nem tudom, most nem akarok butaságot mondani, valamilyen szám van a vérbe, hogyha az mondjuk lehet 50-60, ez a gyulladásnak a nem tudom mivel nevezik már azt, és nekem több mint 1000-1100 volt, és 50 lehet a normális érték, és már kezdett besárgulni a szemem, tehát már a májam kezdett leállni. És ugye itt 2-3 specialista is, vagy nem is tudom milyen specialisták lehettek, de a lényeg az, hogy megállapították, hogy van egy PSE vagy PSC nevű májbetegségem, ami gyógyíthatatlan. Tehát, hogy van egy gyógyíthatatlan betegségem, amit közölték, hogy nagyjából 2 év alatt fog ez igazából felemészteni ez a betegség. Annyit tudnak segíteni, hogy gyógyszereket tudnak vele táplálni, amivel a 2 év az egy lineális vonalon fog mozogni, nem pedig egy zuhanó repülésbe. És akkor 2 hónapig úgy éltem az életemet, hogy úgy tudtam, hogy van vissza 2 év belőle. És hát az nem... Szép pofon. Hú, azt igazán őszinte leszek, azt nem kívánom senkinek. De tényleg azt, amikor valakivel ülnek szembe, és közlik vele, hogy figyelj, 2 év, és utána köszönjük szépen. Az tényleg az, ott nagyon-nagyon sok minden átértékelődik szerintem egy emberbe. Főleg úgy, hogy úgyis éled az életet. Tehát nem, hogy csak egy vicc volt, vagy egy másnap megmondják, hanem hogy hónapokig úgy éled az életet, hogy akkor ez tényleg ennyi volt, gyerekek, és komolyan hidd el, hogy másodperceket számol az ember az életébe, hogy hú, arra nekem nincs időm. És akkor és itt jött, derült ki, hogy... Igen, itt jött egy Amerikából vissza amúgy egy ilyen máj specialista, és felhívtak, hogy akkor Innsbruckba, de bocsánat, Hallba kellett mennem, Hallin Tirolba kellett menni, ott volt egy ilyen speciális kórház, ahova behívattak, és akkor már az volt a fejemben, mondom, de jó, kitaláltatok megint valamit, mondom, még ennyi sincs vissza. És akkor leültek, ott volt 3 doktor szintén, és akkor
igazából belevágtak a közepébe, hogy közölték, hogy hát az a helyzet, hogy félre diagnosztizáltuk. És akkor mondtam, hogy mondom, elnézést, mondom, a németem jó, de mondom, én azt értettem, hogy félre diagnosztizáltuk. Elmondaná nekem angolul is, hogy teljesen megértsem. És amikor elmondta, akkor hát majdnem csak biztonságiakat hívtak rám, mert olyan félig szétvertem a kórházat, majdnem a doktorral együtt. Viszont ezt helyén kezelték, mert nem történt semmi, tehát megvárták, amíg lehiggadok, és közölték, hogy nagyon sajnálják, de hogy ez úgy néz ki ez a betegség, hogy a májba a vénák be vannak gyulladva, ami nem cserélhető, ugye, tehát amikor a májból kiszedjük a vénát, azt tudjuk, hogy mi történik, és ez miatt begyulladt az epe, az epétől begyulladt a gyomor, és nekem azért fájt már annyira a gyomrom. És ez kiderült, hogy nekem azt mondták, hogy ez nagyon-nagyon ritka, de hogy pont a fordítottja történt. Tehát, hogy nekem a rossz étkezés miatt begyulladt, lett egy nagyon-nagyon enyhe krónikus bélgyulladásom, amit már olyan szinten ment, hogy begyulladt tőle az epe, amitől meg begyulladt a máj, és már kezdett leállni. Tehát igazából kaptam egy ekkora tablettát, amit bevettem, és megszűnt mindenféle problémám. És 2 hónapig olyan gyógyszerekkel tömtek, aminek szerintem még a mai napig nyögöm a mellékhatásait. És később itt már rájöttem, hogy azért nem szóltak semmit, mint én szétvertem a fél kórházat, mert ugye ott lett később ismerősöm, aki egy másik kórházban dolgozott, és azt mondta azért egy perre, ha ezt mondjuk rávittem volna, akkor mondjuk lehet, hogy nem nagyon kellene dolgoznom se. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen azért nagyon ritkán történik, hogy valakinek azt mondja, hogy halálos beteg, az mégse. Úgyhogy igen, ez annyira nem volt jó dolog, viszont ezt szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon örülök neki, hogy ez megtörtént. Mert én szerintem akkor változtam meg, mint ember, teljesen máshogy látom a világot, mint előtte. Tehát nem voltak annyira fontosak az emberi értékek, akármilyen csúnyán hangzik, mint most. Tehát, hogy előtte ugye az ember elmegy az mellett, hogy nincs egy szülinap, nincs egy jó, van, majd lesz, nincs egy, vagy a barátokkal, lényegtelen, majd valamikor találkozunk. És nem, akkor lett az nekem tényleg annyira fontos, hogy inkább a barátok, a család, az emberi kapcsolat sokkal fontosabb, mint az, hogy a világban mi történik. Úgyhogy örülök igazából, hogy ez történt. Na hát ezt örömmel halljuk. Vera, nálatok azért itt is érezhető volt ez a pandémiás helyzet, gondolom. Hát igen, rögtön az elején mi bezártunk, és akkor 6 hétig nem, semmi nem volt. Mindenki otthon volt, aztán 6 hét után szép lassan kinyitottunk, akkor volt az, hogy csak elvitel. Bejöttek az étterembe, elvitték, kiszállítás volt. És aztán nekünk még mindezt megfejelte a költözködés, tehát ez mind egyszerre jött, és tulajdonképpen egy ilyen anyagi romlásba döntött bennünket ez a két dolog együtt. Amikor kiköltöztünk, ott pedig nagyon keményen ráálltunk a kiszállításra. Ami nekünk még egy biztos pont az életünkben, az az 1000 éves iskola ellátása, ami tulajdonképpen kihúzott bennünket a bajból, nem biztos, hogy túléltük volna a pandémiát, a költözködést, hogyha nincs az iskola. Tehát azért egy havi biztos bevétel az átsegítette ezen a helyzeten bennünket. A másik meg a kiszállításunk nagyon megerősödött. Jöttek a törzs vendégeink, akik addig beültek az étterembe, most hazavittük nekik az ebédet. A kettő együtt nagyon-nagyon sokat segített, és volt még itt egy városi összefogás, ami tulajdonképpen rajtunk kívül alakult, tehát nekem igazán nem jutott eszembe, hogy adományt kérjünk, vagy gyűjtsünk, és szerveződött körénk egy ilyen követes adománygyűjtő kampány. Volt 5 vagy 6 követünk, akik szerveztek nekünk egy csomó pénzt, ami teljesen váratlanul jött, és tényleg átsegített bennünket ezen a fantasztikus, nehéz időszakon, és sikerült belőle azt a bizonyos, nagyon jó minőségű szagászívót összehoznunk itt az új helyen. Volt ennek egy másik hozadéka is, ami nagyon, illetve nagyon nem, de azért meglepett bennünket a szeretetnek ez a fajta áradása, amit mi akkor megtapasztaltunk. Nem gondoltuk, hogy ennyien szeretnek bennünket, hogy ennyi fehérvárinak vagyunk mi fontosak, mert nagyon-nagyon sok pozitív jelzést kaptunk, nagyon sokat. Úgyhogy ebben a nehéz időszakban volt azért jó is. Ez például egy nagyon jó érzés volt, meg hát nekünk az, hogy vissza tudtunk költözni.
Egy nagyon nehéz időszak volt, és bízunk benne, hogy a negyedik hullám már nem lesz olyan nagyon kemény, embert próbáló, meg vállalkozást próbáló, mint az eddigiek voltak. Balázs, kiszállításra van fagyi? Cukrászdába? Hát figyelj, az igazság, hogy márciusban, tehát a fagyi szezon elején ültünk egy este zárás környékén, a csapattal benne az üzletbe, és azt mondtuk, hogy tök jól indul a szezon, ha így ilyen lesz a szezon, mint ahogy most, akkor tök jól lesz, már megbeszéltük, hogy milyen fejlesztéseket fogunk csinálni, hogy merre lesz a következő lépés, és akkor nagyjából 4-5 nap múlva beütött a krach, megállt minden, és konkrétan bezuhant a forgalmunk az 5%-ára. Tehát nem 5%-kal, hanem az 5%-ára. Tehát konkrétan akkor ugye hazament nagyjából az összes kollega, mindenki pihenő, és onnantól kezdve gyakorlatilag szinte én voltam az az egyetlen ügyeletes, illetve egy kolléganő még segített, aki bejövögetett segíteni, de hát gyakorlatilag szinte megszűnt a forgalmunk, mert ugye tehát például a fagylaltvásár, ez egy tipikus impulzusvásárlás. Sétálsz a városba, gyerekkel, kutyával, macskával, bármivel, amivel jól esik, és bemennél enni egy gomboz fagyit, de nem mész be, mert nincs nyitva. Tehát mivel ugye tehát a tavaszi szezonban nekünk ugye tehát a legfontosabb termékünk a fagylalt, és nem lehetett nyitva tartani. Úgyhogy az nagyon csúnyán érintett minket. Próbálkoztunk a kiszállítással, beszélgettem kollégákkal, akik szintén cukrászdákat üzemeltetnek, de valahogy más műfaj a cukrászda. Az éttermeknél is, ahogy visszahallottam, ott is általában azt szokták mondani, hogy azok az éttermek, akik alapvetően foglalkoztak kiszállítással, őnekik még jobban is ment a bolt, viszont azok, akik mondjuk akár fine dining helyett, vagy egy bistró, tehát egy magasabb minőségű konyhát vittek, ami már összecsomagolva egy ilyen plastik dobozba hazavíve, már nem adja meg azt az élményt, amit mondjuk megvesz egy 800 forintért egy dobozos mákos gubát, vagy valamit, és megbocsátod, hogy hogy néz ki. De ugye megvan egy bizonyos szint egy cukráznál, vagy egy étteremnél, ami alá nem lehet alá menni. Utána nem tudod prezentálni, nincs értelme csinálni. Tehát konkrétan próbálkoztunk többfajta megoldással, nem igazán működött. Érdekes, hogy viszont, ahogy ugye említettem, hogy tehát van egy olyan vendégkörünk, akik fanatikusok, én csak így szoktam őket hívni, akik felhívtak és előre készítettek nekik összefagylaltot, és jöttek a dobozolt fagylaltokért. Tehát a kemény magot, ugyan, ugye ezt én is elmondhatom, hogy tényleg megmutatta magát, hogy ki az igazi kemény mag, akik szeretik a termékeinket, és mint egy család összefogtak. És ugyanúgy, tehát nálunk is ugyanígy megrendelték a fagyikat, de hát ezért töredéke volt a rendes fognak. Vagy ha belegondolsz, hogy egy család, ha mondjuk egy szülinapot megtart mondjuk egy gyereknek, és mondjuk összejönne mondjuk egy 14. szülinapra mondjuk egy 10-15 ember, ugye? Akkor oda kérnek egy 15-20 szeletes tortát, formatortát. És ehhez képest ugye nem jön össze a család, a szűk családi kör mondjuk 3-4 fő is kérnek egy ekkorka tortát. Tehát a darabszám is összement, meg a közgazdászok szokták mondani, a kosárérték is összement. Tehát azért mondom, hogy 5%-ára beesett a forgalom, nagyon csúnya idő volt, ott jó pár hónap volt, ami ilyen rossz volt. De hát megyünk tovább, és hát ugye amit mondtam, ugye elindultunk ebbe az irányba, hogy a viszonteladókat először ők kerestek minket, és akkor hát rákaptunk, mert úgy nézett ki, hogy jó, és működhet a dolog. Ezért ugye felkészültünk utána informatikában is, tehát a weboldalt kibővítettük, tehát direkt lett egy panel készítve rá, tehát hogy a partnerekkel, Google hirdetéseket tettünk fel, stb. És olyan szépen elindult, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor kezdtük, akkor volt 2-3 partner, tavaly volt 9, az idén volt 24. Tehát akik persze tehát a 24 partnerből a fele az tényleg picike, de viszont az első 6-8 partner, akik komolyak, ugye, akit említettem, azok viszont nagyon jó forgalmat csinálták. Tehát azt lehet mondani, hogy az a forgalom, ami kiesett a pandémia miatt, annak a fele, kétharmada pont ezért emiatt a bővítés miatt azért valamilyen szinten visszajött. Tehát akkor mindhármatok esetében fejlődés tapasztalható. Hál' Isten, nagyon jó. Igen. Nagyon jó irányba megyünk. Vészjóskodni nem akarok, de mégis, hogyha bármilyen hasonló intézkedés jönne a jövőben, akkor van-e B-terv, C, Z terv a fejetekben? Nálam igen, pont én ez miatt szerettem volna minél előbb megnyitni az éttermeket.
Vagy ugye az éttermet, ugye a gurmét. Tehát nekem a Fehérvár belsőjében, ami létezik, ugye ez egy fine dining street food étterem, tudom, hogy ez kicsit ütköző, két ütköző dolog, de hogy mind a kettő megtalálható. És pont az egyik része az, hogy a street food ételeim mai napig is mindig szállítunk ki belőle, és igen jó forgalmat generál, tehát nagyon sokan szeretik. És konzultáltam, ugye azóta is mondhatni azt, hogy nem teljesen engedte el a kezem az Ákos, vagy éppen a Rácienő, és segítenek nagyon sok dologba, és ugye kiterveltük nagyjából, hogy hogy is lehet akkor ezt a fine dining-szerű ételeket úgy házhoz szállítani, amit említette, hogy ez ne sérüljön meg, hanem otthon is, hogyha kinyitja, akkor ugyanazt lássa, hogy ajha, ez tök jó, és hogy majdnem csak éppen valamilyen szintű hőkezelés kell neki, és már majdnem hasonló minőségben fogyasztható. Úgyhogy én mindenféleképpen felkészültem arra, hogyha be kell zárni, akkor már a meglévő vendégeim ugyanazt tudják kapni, mint az étteremben, hogyha bejönnek enni, vagy a street food része tökéletesen működjön, akár egész Fehérvárat most már lefedve. De egyébként mekkora csapattal dolgoztok? Hát nálam a gurméban ott 4-5 szakács dolgozik, és szintén 3-4 felszolgáló, ugye mosogató, takarító, tehát egy 10 fős csapat azért van. És ugye mondhatni az, hogy a hozzám tartozó franchise partnerek is, ugye most akik Pesten van például, vagy itt Fehérváron, ugye ott is mindenhol 2-3 ember, tehát most egy 20-25 fős csapat már van a Grill Pipinek, igazából, hogyha lehet így mondani. Nyilvánvaló, hogy ebből nem mind tartozik, hanem csak ugye maga a céghez, és azért próbálunk úgy, ja, és akkor ebben még beletartoznak szintén a futárok is, de mindegyik étteremhez tartozik, vagy akár a street food, akár ez még, ha csak egy food truck is, ami mondjuk Pesten található, ott is van házhozszállítás saját futárral, tehát tényleg egy nagyobb csapat van, amire igenis szeretnék figyelni, és meg is szeretném tartani őket mindenféleképpen, úgyhogy mondhatni azt igen, hogy felkészültem legalábbis én fejben arra, hogyha ne adj Isten lenne egy hasonló, mint a harmadik hullámnál, akkor hogy próbálunk, hogy tudunk ebből kilábalni, de itt le szeretném ezt, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem fog előfordulni. Mindannyiunk. Hát ebben mindannyian bízunk. Szerintem ezt mondhatom, hogy nem kell még egyszer ilyen, hogy bezárjanak minket szerintem. Nálatok, most, hogy így felkészültetek ti is a házhozszállításra, most már ez egy jó bevett gyakorlat, akkor gondolom ez menne tovább. Nekünk mindig volt házhozszállításunk, illetve nagyon korán, ahogy a Balázs is mondja, ebből tudott kinőni a bezárás alatt ez a nagyobb volumenű házhozszállítás, és igazán sok mindenben nem lehet reménykedni, ha bezárnak bennünket, akkor ugyanazt tudjuk csinálni, mint az első nagy bezárásnál, hogy kiszállítás, remélhetőleg lehet elvinni is, mert az is volt, ugye az elviteles ételek is mentek, nekem más ötletem nincs, de én is azt gondolom, vagy abban bízom, hogy nem lesz még egy ilyen nagy bezárás. Balázs? Szaloncukor, ugye az első lépés, ezt 4 éve kezdtük, akkor talán ilyen 20-30 kilókat készítettünk. Alapvetően az egész onnan indult, hogy volt egy kedvenc szaloncukrom, és a gyártója valamiért változtatott a receptúrán, és már nem volt többet olyan, mint ami ennek szerettem. És akkor hát mondom azt, hogy kocsát, itt vagyok cukrászként, akkor nehogy már ne csináljak egy szaloncukrot. Így indult az egész. És hát ott jártunk, hogy tavaly indult egy verseny, tehát egy szaloncukorverseny, és hát kíváncsiságból elküldtem a szaloncukrot, mert nézzük meg, hogy mire jó, vagy mit tudunk, stb. És akkor erre kiderült, hogy az egyik kategóriát meg is nyertük vele. És hát annyit kell tudni, hogy december 8-án indítottuk a webshopunkat, és konkrétan annyi megrendelés lett akkor rá, hogy gyakorlatilag 8 nap múlva be kellett zárnom, mert 460 kiló fogyott el, és nem volt több. Tehát konkrétan nálunk a falat nem volt szaloncukor, az összes vendég, meg partner, mindenki megkapta a szaloncukrát, úgyhogy nekünk nem maradt. Most hát ennyit terveztünk előre az idei évre, hogy a webshop tehát már most elvileg napokon belül most már nyitva van rendesen, és hát most jobban rákészülünk több anyaggal. Uh-huh. Ez az egyik, tehát hogy a szaloncukrot szeretnénk akkor egy kicsit jobban felfutatni, mert a webshopnak azért ezzel megvan az előnye, hogy ugye hát nem kell érte házhoz jönni, nem elviszi a futárszolgálat. Viszont ez meg szezonális dolog. Abszolút, viszont az a tapasztalat, hogy tehát tavasztól őszig akkor tudtunk dolgozni, tehát az idei évben, tehát 2021-ben, tehát a fagylat tudott menni. Tehát ugye beszéltünk a street foodról, azt azért hozzá kell tenni, hogy talán a legelső street food a fagylat. Uh-huh. Ha vele gondoltok.
Így van. Utcányoljuk. Így van. Úgyhogy konkrétan belép az ember az üzletbe, megkapja a két gombot, fogyit, kimegy, elballag vel és utcán elfogyasztja. Tehát, vagy a másik a klasszikus magyar street food egyébként, csak ötletként, ha már itt vagyunk, kürtös kalács. Én nem akarok csinálni, nekem nincs hozzá helyem, de érdemes lenne esetleg abból csinálni valami olyan elképzelést, ami a tiédbe belefér, mert a lángos tészta és a nincs sok különbség a kettő között. Már, már úgy beletaláltam. Na, de abba belerakni a csirkehúst? Nem, már, én csak azért mondom, mert nekünk van Budapesten egy partnerünk, a Ferenciek tere sarkán, az gyakorlatilag a Váci utca, az az ötödik kerületnek az epicentrum, ahol a legtöbb turista van, tele van hollandokkal, amerikaiakkal, koreaiakkal, japánokkal, akik ugye nagyon nyitottak a különlegességekre, és ott van egy házas pár, aki ragaszkodnak a mi fajlatunkhoz, a férfi olasz, és ő is ugye megkóstolta a fajlatot, és azt mondta, hogy a mi fajlatunk az az a fajlat, ami ugyanazt a szintet hozza, amit kint ő Olaszországban megszokott. És akkor jött a gondolat nekik, hogy mi lenne, hogyha a Hungarikum kürtös kalácsot meg a fajlatot összedolgoznak, úgyhogy töltsérként működik a kürtös kalács náluk. Uh-huh. És kürtös kalácsba töltik a fajlatot. Van 3-4 fajta kürtös kalácsuk, tehát amivel több mondjuk, mint az átlag kürtös kalácsra, például van pisztáciás, tehát pisztáciában van forgatva, és képzeld el, abban a pisztáciás kürtös kalácsban mondjuk beletenni 2 gombóc pisztáciafagyit, uh-huh. Hát az igen komoly. Uh-huh. Mondjuk ez egy komplett ebédet kitesz egyébként, uh-huh. És zseniálisan jó dolgot lehet becsinni. De visszatérve az eredeti kérdésedre, van még egy vonalunk, tavasszal nyertünk egy pályázatot, és egy olyan tartós terméket szeretnék készíteni. A gép meg van hozzá, tehát maga a töltőgép és a csomagológép is. Még nem tudtuk beüzemelni, hogy a nyáron a fagylat miatt nem volt rá idő, de egy olyan tartós termék, ami hozzáadott cukor nélkül készül, nem tartalmaz tejet, glutént, viszont mindezek mellett, hogy ezek nincsenek benne, mégis finom. Tehát alapvetően aszalgyümölcsökből készül. Ugye nagyon sok ilyen aszalgyümölcsös terméket lehet kapni, de ezek általában mindegyik árversenyes termék. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy a lehető legolcsóban ki lehessen hozni, szeletáru és a nagy multiknál lehet kapni. Most mi ennek a gurmé változatát szeretnénk elkészíteni, tehát úgyhogy csokoládéval összedolgozva, tehát olajos magokkal, tehát még egy magasabb minőség, és egy csomagolt termék, amit utána, tehát bioboltokban, illetve hát olyan helyeken, olyan partnereknél lehetne esetleg árusítani, akik ezen az egészségtudatos gondolkodás móddal gondolkodnak, tehát ilyen termékeket keresnek. Uh-huh. Valószínűleg ez egy hiánypótló dolog lenne egyébként. Hát biztos, majd kiderül, az élet eldönti, hogy jó ötlet volt-e vagy nem. Uh-huh. No, egy nagyon picit, tényleg ilyen röviden próbáljuk meg elmesélni a nézőknek, hogy hogyan csöppentetek bele ebbe az egész világba, amiben most benne vagytok az évek során, hogyan fejlődtetek ideig. Te, ha jól tudom, már gyerekkorodban is a fakanál volt a kezedben az iskola után. Igen, ez így. Hát nekem igazából nagyon nem volt választási lehetőségem, tehát a mi családunk az vendéglátós volt, tehát nekem édesapám, édesanyám, a testvérem, az unoka testvérem, nekem mindenki vendéglátóval foglalkozott, ez legyen akár presszó, vagy étterem, vagy kocsma, vagy be, tehát minden, de a lényeg, hogy mi vendéglátós családból származok legalábbis. Én. Így, azt tanúsíthatom, az apukáját csinálta a legjobb kacat. Igen, úgyhogy nekem viszonyulóan a Balázson én nagyon kisgyerekkorom óta ismerem, úgyhogy nekem ugye nem kérdés, hogy melyik Fehérvár legjobb fagyizója. Igazából tőlünk 500 méterre volt az első Damnicki fagyizó, ha jól tudom, az még az fekete első volt. Fekete egyek vagyunk. Fekete egy, úgyhogy én is fekete egy vagyok, tehát ott nőttem fel. Úgyhogy igen, én vendéglátós család vagyok, és ebből kifolyólag nem nagyon volt választás, tehát nem készültem fogorvosnak. Tehát már ott el volt döntve, hogy én a vendéglátás terébe fogok valahol elhelyezkedni, mindegy, hogy ez felszolgáló szakács, hogy mi legyen. És pont ebből kifolyólag megcsináltam az összes szakmát, ami erre lehetőség nyílik, tehát mint akár cukrászt is, a felszolgálást és a szakácsi végzettség is, és ugye a világ meg eldöntötte, hogy mit szerettem igazán. Én mondjuk a főzésbe teljesedtem ki mindig, úgyhogy én gyerekkoromban is ezt erőltettem. Akkor még ugye nem volt tervbe, hogy melyik iskolába fogok menni, de tudtam, hogy melyik irányt fogom választani. Úgyhogy nekem ott kezdődött a főzéssel ez a nagy szerelem, ami a mai napig tart, tehát én nagyon ki tudok kapcsolni, hogyha főzök, vagy hogyha ha kreálok valami olyan dolgot, amire ízeket kell összerakni. Tehát ezt Balázs is tudom, hogyha valami olyasmi dolgot kell kialakítani, hogy van 5-6 alapanyag, mindegyiket külön szeretem,
Viszont lehet, hogy az az öte együtt az katasztrofálisan rossz ízű dolgot kreál, viszont azt kitalálni, amikor ugyanúgy öt dologból, amik, hogy passzol-e a másikkal, hogy jó, abból kevesebb, amikor az arányokat belőle, én imádom ezt, nagyon szeretek új dolgokat kreálni, úgyhogy szóval a kérdésedre válaszolva, így csöppentem bele már gyerekkoromba, és ez szerintem nagyon sokáig így is fog maradni, hogy én ezt szeretni fogom. És ha jól tudom, akkor azért jó pár országban megfordult el, ahogy az előbb említetted is, és legtöbbször felszolgálóként dolgoztál? Aztán hosszú idő után tértél vissza szakácsra. Igen, ez úgy nézett ki, hogy azért felszolgálóként dolgoztam ezeken a helyeken, mert fiatalként nem az volt, sajnos nem az volt a legfőbb, hogy egy bizonyos profi színvonalat elérjek mondjuk, mint séf a szakmámban, hanem igenis pénzorientált volt ezek a külföldi munkák, ami azt jelentette, hogy ahhoz, hogy ugyanannyi pénzt keresek séfként, mint amennyit akár pincérként tudok keresni, ahhoz séfként komoly éveket kell lehúzni. Tehát a pincérként kaptam fel annyi fizetést, mint mondjuk egy séf, viszont ha jól szolgáltam fel, és megszerettek a vendégek, akkor a bóra való az meg pont annyi volt, hogy majdnem kétszer annyit tudtam keresni, mint a konyhafőnök. Tehát itt azért azt nagyon tudni kellett helyén kezelni, de sikerült elérni egy olyan szintet, amikor azt mondtam, hogy nem érdekel engem már, hogy mennyit lehet keresni, hanem az érdekel, hogy azt megtanuljam, hogy az a séf azt hogy készíti, az is. És igen, szabadnapokon, vagy amikor ráértem, volt, hogy elmentem egy hét szabadságra, és azt a hét szabadságot, amit pincérként kivettem, ugyanabban az étteremben a konyhán dolgoztam le. Mert tetszett az a séf, hogy dolgozott például, ez mondjuk Ausztriában volt, és én meg szerettem volna tanulni tőle mindent. Most meg már Magyarország konyhafőnöke vagy. Igen. Igen, lehet ezt is mondani, bár nyilvánvaló, hogy ahhoz még nagyon sokat kell bizonyítanom és fejlődnöm, hogy én ezt minden szemrebben és nélkül ki is tudjam mondani, hogy Magyarország konyhafőnöke vagyok, mert én úgy érzem, hogy az csak egy akármilyen dolog, nyilvánvaló, hogy tehát lehet sokan azt hiszik, hogy ez egy megtervezett vagy humbug dolog, nem, itt nagyon komolyan vérfolyt, jó van, számomra legalábbis a szó szerint a műsorba, és tényleg ez egy nagyon komoly kihívás, nagyon nagy nyomás, nagyon nagy stressz, és tényleg tudni kell nagyon jól főzni ahhoz, hogy valaki igenis meg tudja nyerni. Itt nem magam szeretném fényezni, hanem pont arra szeretnék rávilágítani, hogy még mindig a mai napig fejlesztem magam, és fejlődni fogok azért, hogy olyan szintű séf legyek, és ne csak Fehérváron, hanem Magyarországon, ahol kimondják a nevem, akkor ne azzal kössenek össze, hogy jaj, tudom, ez a srác valamikor megnyerte a Konyhafőnök nevű műsort, hanem azt mondják, hogy igen, ezt tudom, ez az étteremnek a séfje, és fú, iszonyatosan jó séf. Én ezt szeretném elérni. Vera, hát nálatok azt elárulhatjuk, hogy itt a hatpöttyös létrejött, az családi indítatásból volt, de ugye, ha jól tudom, akkor te tanárnéni vagy egyébként. Hát voltam, igen, most már nem. Nekünk a világon semmi közünk nem volt a vendéglátáshoz, sem a családomnak, sem nekem, senkinek. Én tanárként éltem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a vállalkozások meg a gazdasági élet sem igazán izgatott engem. Mindig azt gondoltam, hogy aki nem tudja mondjuk hibátlanul a himnuszt, az a világon a legnagyobb gond és a legnagyobb baj. Hát mondjuk olyan szinten így is van. Aztán végül is kiderült, hogy ennél sokkal komolyabb bajok is vannak. Három lányom van, és a legkisebb születéskor sérült. És ahogy nőtt, folyamatosan fejlesztettük, egy nagyon jó szocializált, nagyon édes gyerek volt mindig, és amit ő nagyon szeretett, az a konyhába velem főzőcskézni. Én abban az időben, amikor kicsik voltak a gyerekek, még nagy háztartást vittem, nagyon sok vendégség volt nálunk, mi is sokszor mentünk vendégségbe. Mondhatom azt, hogy híresen jól főztem, de ez már lassan a múlt ködébe veszik. És ahogy a Zsófi mellettem mindig segédkezett a konyhába, teljesen véletlenül jött az ötlet, vagy hallottuk meg. A legnagyobb lányom jött haza ezzel az ötlettel, amikor még egyetemista volt azon az egyetemen, ahol most már tanít, hogy Magyarországon van egy olyan étterem, Szekszárdon, ahol sérült embereket alkalmaznak. Hát mi lementünk Szekszárdra, megnéztük ezt a
csodálatos ízlelőt, beszéltem a vezetőjével, Mészáros Andreával, és 2009-ben megalapítottuk a hatpöttyös non-profit Kft-t. Ebben a férjem és a két nagyobb lányom van benn, és mindez nyilván a kicsiért. Nagyon sokáig tartott, amíg sikerült Fehérváron elindulni. Ez a non-profit Kft., vagy inkább, ahogy én magunkat hiszem, vallom, mi társadalmi vállalkozás vagyunk. Ez a mai napig nem igazán ismert és elfogadott a magyar társadalomban, vagy a magyar gazdasági életben. Úgyhogy nagyon nehéz volt elindulni. Sokan azt gondolták, hogy ez valami pénzlenyúlás lesz, vagy valami ostobaság, nem lesz életképes. Végülis 2012-ben sikerült megnyitni, és volt egy szörnyű, majdnem másfél évünk, amikor szinte nem jött be hozzánk senki. Pedig én azt gondolom, hogy nagyon jó koncepcióval indultunk. Ennek az oka, hogy nem fogadták el, hogy igen, itt az volt a vezér szó, amit én mondtam, hogy megváltozott munkaképességű és sérült emberek dolgoznak, hát ez inkább elijesztette a vendégeket. Tehát nálunk nagyon lassan ment az, hogy mi jól főzünk, hogy jól dolgozunk, hogy kedvesek az emberek, hogy nincs semmi visszataszító, nincs semmi félelmetes bennük. És aztán szép lassan, ahogy megismertek bennünket, és elfogadtak bennünket, kiderült, hogy már szeretnek is bennünket, és tényleg jönnek hozzánk a vendégek. Ez nagyon, nagyon messze van az én eredeti hivatásomtól, de az, hogy megváltozott munkaképességű és sérült emberekkel dolgozom, itt tulajdonképpen az eredeti szakmám jelent előnyt is, tehát azért sok mindent kell velük megbeszélni. Meg én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy ti esélyt adtok olyan embereknek, akik esetleg mondjuk nem biztos, hogy a munkavilágában olyan egyszerűen elboldogulnának. Hát igen, eleve nehéz volt elhelyezkedni ezelőtt 8-9 évvel, ma már ez lényegesen könnyebb, de olyan munkát kapni, ahol figyelnek a tiltó körülményekre, figyelnek arra, hogy ki mire képes, ki mennyit tud dolgozni, az ilyen munkahely elég kevés. És ők pont ezt kapják meg, viszont amit mi, meg a vendégek kapnak, az, hogy a hatpöttyösök szeretnek dolgozni, és szeretnek jól dolgozni. Tehát nálunk az fontos, hogy hibátlanul végezze a munkáját, hogy jót főzzön, hogy kedves legyen. Ezek nagyon fontosak számukra. Balázs, hát te is családi indítatásból lettél aztán cukrász. Sokan azt hiszik, hogy mi több generációsok vagyunk, nem. Én vagyok az első, viszont 92-ben kezdtünk, tehát már elég régen van ahhoz, hogy azt higgyék, hogy több generációsok vagyunk. Édesapám élelmiszermérnökként, az Aranyvullánál dolgozott kint, gyakorlatilag egy gyár egységet vagy egy üzemet vezetett. Édesanyám meg, hát fekete egy száraz rét, a régi színköszörügi gyárban volt béreszámoló csoportvezető is. Amikor rendszerváltás volt, akkor maga ugye a cég ugye tönkrement, és nekünk volt ott egy telkünk, a fekete egyen, és akkor hát mivel a gyerek most végez az iskolában, az asszony lassan utcára kerül, mert megszűnik a munkáját, akkor mi legyen, álljunk neki, csináljunk valamit, ami van. És akkor így született meg a cukrászda ötlete. Úgy kezdtük mi édesanyámmal, hogy édesanyám volt all az üzletben, lent egy személyben az eladó, én meg egy személyben a cukrászműhelyt vittem. Tehát így ketten csináltuk az egészet, és hát úgy szép apránként növegetett a történet. Ugye nálatok az... Tudni való rólatok, hogy ugye az alapanyagokat nagyon megválogatjátok. Tehát neked az, hogy olasz fagyi, az nem azt jelenti, amit mindenki másnak jelent. Hát ez egy érdekes egy dolog, ez az olasz fagyi, ez inkább csak ilyen brandnek, vagy nem is tudom minek nevezem. Az igazság, hogy az olasz fagyi, amit én jónak nevezek, azt szerintem már 10 év Olaszországban sincs. Mert ott a multik átvették nagyon az irányítást ebbe a témában, rettenete sok ilyen paszta meg aromagyártó, olyan sűrítményekkel dolgoznak, tehát már az olasz fagylat készítők is félkész termékekből állítják elő a fagylatot, és ahhoz, hogy Olaszországban az ember valóban jó fagylatot találjon, az már utána kell járni. Tehát a nagyvárosokban, például Bologna, tehát Bologna az nagyjából a fagylat szakmánynak a központja,
ott van a Gelato University, tehát ahol én is tanultam, és úgy volt, a napközben reggel 8-tól délután 4-ig ott voltunk a tanfolyamon, megcsináltuk az aznapi feladatot, és akkor délután 4 után elmentük egy kicsit csavarogni a városba, és hát ott vagy egy csomó cukrász, mit csinál, akkor elmentünk még fagyizni. Hát egész nap ugye délelőtt fagyiztunk, és délután még fagyiztunk. Jött velünk a mester, aki tanított minket, és megkérdezte, hogy hol szeretnénk fagyizni. Azt kérdezte, hogy turista helyen, ahol sokan vannak, és látványos, vagy oda vigyen minket, ahol jó a fagyi. És hát, ugye, mit mond a cukrászat, hát oda menjünk, ahol jó. És konkrétan kivitt minket egy lakótelepre, ahol egy panelház aljába, egy garázsba volt benn a város legjobb fagyja, és tényleg jó volt. Szóval ugye nagyon érdekes dolog, hogy a marketing, meg a beltartalom az nem minden esetben vág össze. Tehát, szerintem soha. Nem feltétlenül, vannak jó helyek, tehát ami jól is dolgozik, és jó a marketingje, van ilyen is. Most én bocsánat, én úgy értettem a szakmának abban részében, hogy ez nagyon ritkán van az, hogy ritkán van tényleg az, hogy valaminek nagyon jó a brendje, és az tényleg tudja is azt a minőséget. Mert ugye amiről beszéltünk a fagyinál is, az is a baj, hogy szerintem lehet, hogy ez csúnya szó, de szerintem a fogyasztóknak, és ezt úgy értem, hogy én is beletartozok, tehát ez legyen akár étterem, fagyizó, bármi, szerintem kicsit korcsosult is talán az ízlése olyan szinten, hogy rá vannak szoktatva azokra a minőségű ételekre, amikre el van mondani, hogy az szerintük tök jó, és olyan ízfokozókkal van telenyomva minden, hogy egyszerűen, ha valaki megkóstol egy igazi jó házilag, vagy nálad készült, most egy saját példából tudom mondani, egy olyan készült fagylatot, ami tudom, hogy abban mi van, mennyi gyümölcs tartalom van benne, és milyen rohadt drága, és sokszor elmondják, hogy hát azért ez nem olyan, és az a baj, hogy nem értik meg, hogy ja igen, azért, mert van benne egy 3 decinyi ízfokozó, amiből igazából, hogyha a tejbe griszt áztatnék bele, arra is azt mondanád, hogy tök jó sárga dinnye fagyi. Abszolút. És jól látod, ebbe egyetértünk. Hát az a helyzet, hogy van egy szűk réteg. Én azt szoktam mondani, tehát a fagylaltozó, vagy étterem, vagy cukrászdába járó vendégeknek egy 10%, a 15, aki keresi a jót. Aki céltudatosan elmegy miatta. Tehát ugye ezt Nyugat-Európa gasztroturizmusnak nevezik. Uh-huh. Ugye hát a Michelin csillagnál is úgy vannak az 1-2-3 csillag, tehát hogy mennyit érdemes utazni miatta. 3 csillag az, amikor egy földrészt is átmennek miatta. Na most ugye cukrászatban azért ilyen mérvű kirándulás azért ritkán van, az, hogy valaki egy földrészt elmenjen mondjuk egy fagylat miatt, de tehát minden ország kitermel, vagy kinevel magából egy-két olyan cukrászdát, vagy fagylaltozót, aki tehát mi is azon a vonalon próbálunk törekedni, tehát sokszor, hogy lehet, sokszor nem is értik, hogy mit csinálunk. Én nem feltétlenül, tehát inkább azt mondom, hogy talán inkább egy nemzetközi színvonalnak szeretnék megfelelni. Tehát több külföldi vendég, vagy akár tehát szakmabeli kollega is, külföldi kollega is megkóstolta a fagylatot, és azt szokták mondani, hogy nyugodtan Olaszországban is bárhol megállná a helyét. Ezekkel, tehát ahogy is a Roli mondja, sok esetben van az, hogy megkapjuk a vendégtől, aki mondjuk egyszer bent járt nálunk, hogy nem érti, hogy miért olyan nálunk a fagyi, mert itt vagy ott mást evett, hogy a zöld almánánk miért nem zöld. Hát mondom, azért nagyon egyszerű, mert a zöld almának csak a héja zöld, belül sárga. Tehát magyarul egy zöld alma, hiába a nevében zöld, az sosem lesz zöld. Tehát, hogyha valahol eszel egy zöld alma fagylatot és zöld, az nem almából van. És ezt mondtam, hogy itt korcsosult. Igen, na most ez ilyenkor az embernek, ugye, tehát ez egy misszió, amit az ember csinál, tehát ez egy népnevelés. Ugye sajnos nálunk volt egy 50 év szocializmus, ami alatt lenevelték az embereket a minőségi fogyasztásról, csak mennyiségi fogyasztás volt. Akik, hát ugye még a mai napig egy csomó étterem küzd azzal a problémával, hogy hát égnek áll a hajam tőle, hogy amikor mondjuk megnyer valaki egy étterem egy versenyt, vagy egy szakács megnyer egy versenyt, befotózzák a gyönyörű tányért, és mi a kommentelőknek a 80%-a hozzászólása, nálunk ezt a tányért elmosogatják. Kész vagyok tőle. Tehát abban egy iszonyat szakmai tudás van, ezek nem arról szólnak, hogy elmegyek egy étterembe, és akkor a rántott húst teszek, hogy lelóg a tányérról, és utána a kaja végén ki kell gombolnom a gatyagombot, mert rosszul leszek, mert annyira telehettem magam, hanem ez egy kultúra. Tehát ugyanaz a különbség egy színház és egy mozi között. Egy popcorn mozit, ha megnézel, egy Marvel filmet, ami hát nem ad hozzá semmit, vagy elmész színházba. Igen, a kettőnek egyáltalán nem, tehát ugyanolyan két különböző világ, mint amit említettünk, azok a fajlatok, amik színezve vannak és ízfokozókkal, vagy ami úgy készül, vagy amit én is mondok nálam is, ami van, megpróbálom azt a minőséget, gurmé ételt hozni, ami szerintem akár segített az embereket átnevelni abba, hogy ez jó, ezt edd meg, mert friss és jó.
Az a fontos, én azt szoktam mondani, tehát, hogy helye van egyébként tehát az egyszerű, most nem akarok példát mondani, mert itt Fehérváron is található olyan fagylalt, ahol nagy gombócok van, stb. Ugye sokan kérdezik velem, hogy haragszok rá. Én abszolút nem haragszok rá, mert igazándiból arra is szükség van. Ahogy szokták mondani, virágozzék minél több fajta virág. Tehát, hogyha valakinek arra van igény, akkor az is találja meg a megfelelőt, meg az is találja meg, aki mondjuk minőséget szeretne. Aki valaki olcsón szeretne nagyot, annak is legyen meg a megfelelő választási lehetősége, meg hogyha valaki prémium minőséget. Az kellemetlen lenne, hogyha valaki mondjuk olyan körülmények között van, hogy nem engedheti meg magának a jobb minőségűt, meg az is hülyén néz ki, hogyha mondjuk valakinek lenne pénze mondjuk egy jobb terméket elfogyasztani, és akkor mégsem tud választani, csak vagy valahogy alacsony minőségűből. De én azt gondolom egyébként, hogy nagyon nagy a fejlődés ezen a téren. Egyre többen igénylik és szeretik a jó és természetes alapanyagokból készült ételeket. Mi például 8 évvel ezelőtt rámentünk arra, hogy hagyományos magyar ételeket csináljunk. Azt sem tudta a vendégeink zöme, hogy mi az a szalontüdő. Ezt komolyan mondom, vagy miből van a verselő. És amikor elkezdtük, akkor nem is igazán akarták megkóstolni. Most nálunk ez előjegyzésre megy. Tehát valahol ez egy komoly misszió megtanítani az embereket jó lenni, jó tenni, és azt megtanítani, hogy a mennyiségből menjünk át a minőségbe, de szerintem ez egy nagyon hosszú út. Nagyon-nagyon hosszú. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út. Nem lesz egyszerű, az biztos. Hát nálunk ez úgy működik, hogy tehát én a műhelyben vagyok, tehát a termékfejlesztésél felelek, és feleségem, hát ugye te is jól ismered, tehát ő az, aki az üzletben találkozik a vendégekkel, és akkor nekünk ebből feleségemmel sokszor van konfrontáció, tehát hogy akkor most mégis mit készítsünk, mert én ugye mindig egy magasabb polcot szeretnék, ő meg ugye a vendégek oldaláról közelíti meg, és akkor beszélgetünk, hogy akkor mire is lenne szükség, és valahogy nagyon nehéz balanszírozni a kettő között, hogy tehát olyat csinálj, hogy a vendég számára is jó legyen, mert ugye abban élünk, hogy el kell adni a terméket, viszont valahogy mégiscsak valahogy terelgetni kell, szelíden-szolidan, de terelgetni kell a vendégeket a jó irányába. Tehát, hogy van különbség egy bevonómassa és egy csokoládé között. Hogy ezeket szokjuk meg, tanuljuk meg. Egy margarin és egy vaj között mi a különbség? Igen, ezt akartam mondani, hogy én itt visszakanyolod egy szó erejéig. Én tudom, miért örülök ennek a műsornak például, amivel tudtam szerepelni, hogy ezek az ilyen főző realitik miatt, meg hogy már orba szájba minden adáson az megy, hogy főzzél, szerintem igenis fejlődnek maga az emberek, akik ideig mondjuk főzni se tudott, szívesebben áll neki, vagy maga a fogalmakkal sokkal jobban tisztában vannak. Tehát hozzám is, akik bejönnek az étterembe, és mondjuk a gurmé ételeket választják, olyan kérdéseket szoktak feltenni már a pincérnek, hogy mi az a meló, hogy nagyon komolyan fel kellett, benne, hogy készítsem a felszolgálókat, hogy mit jelent egy sous vide, mi a konfitálás, mit jelent egy liofilizált gyümölcs, mit jelent, tehát hogy már felteszik azokat a kérdéseket, amit lehet, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, ha azt mondtam volna, hogy ez egy liofilizált gyümölcsel töltött, tök mindegy micsoda, fogalmuk akkor azt se tudták volna, micsoda. Igen. És most már igenis megkérdezik, hogy és hogy van konfitálva, vagy mennyi ideig sous vide-ja akkor, hogy és ennek nagyon örülök. Ez az a 15%. Így van, és én ezt szeretném, ha ez minél több lenne. Tehát úgy értem, lesz a, egyébként Nyugat-Európában ez úgy működik, Franciaország ugye a gasztronómiának a fővárosa, ott például a neves cukrászoknál van egy műhelyrész kialakítva, ahova beengedik a fogyasztót, és esetleg lehet, hogy együtt csinálják. Tehát nyílt a recept, összerakják együtt mondjuk a makaront, és amire ugye azt gondolja, hogy ez a kis sárga, kis vacak, hogy mi az a nagy durranás rajta, amikor együtt rakják össze, tehát barátnők, mondjuk elvisz a barátnőd, és közösen egy workshopra, egy háromórás workshopra kipróbálod, hogy mégsem olyan egyszerű elkészíteni a makaront, akkor rájössz, hogy azért lehet, hogy annak a cukrásznak mondjuk hosszú évek melója volt az kikísérletezni. Egy biztos, hogy amit az előbb mondtál, hogy az emberek keresik a jót, azt nálatok megtalálják, én ebben egészen biztos vagyok. Igyekszünk. Az látszik a szándék mindenképpen rajtatok, és az, ahova eljutottatok az életetek során ez ideig, hogy jó úton haladtok, szerintem legalábbis nekem ez a véleményem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meséltetek, és remélem, hogy még sokszor fogunk hallani rólatok, akár irodásainkon keresztül, vagy akár itt legközelebb. Köszönjük a meghívást, köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!